Hévíz a nehézségek ellenére is épül-szépül, ennek legújabb eleme, hogy megújult a hévízi temető. A temető gondozása folyamatos feladata az önkormányzatnak, a korábbiakban például a zöld felületek gondozását, megújítását végezték el, most pedig a város pályázati támogatásból elnyert összegből bővítette a temetőt. A temetők kisléptékű infrastruktúrális fejlesztése elnevezésű pályázaton nyerte 6 millió forintot. Az összegből új urnafalat építettek, valamint létrehoztak két aszfaltozott feltáró utat, összesen 65 méter hosszúságban, melyek lehetővé teszik a majdan kijelölendő új sírhelyek biztonságos megközelítését. A munkálatok a Magyar Falu Program keretében kiírt pályázat elnyerésétől számítva rövid idő alatt megvalósultak, a felújítások műszaki átadása a múlt héten már meg is történt. A temető így új elemekkel várja a kegyeletüket lerúni vágyókat. Most sikerült egy falu pályázatban elnyernünk egy pályázatot, ez bruttó 6 millió forint volt. Ugye a falu pályázatban az 5000 lélekszám alatti települések indulhatnak, tehát Hévíz városa is így indulhatott. Ebből a 6 millió forintból, bruttó 6 millió forintból gyakorlatilag két utat tudtunk megcsinálni, leaszfaltozni, illetve leszegélyezni. Ez újabb sírhelyeknek nyit meg lehetőséget, illetve egy másik része ennek a feladatnak. Egy új urnafalat állítottunk, amely egy 24 egységes urnafal, és én azt gondolom, hogy ez most jelen pillanatban ennek a temetőnek a továbbfejlesztésére nagyon jó forrás volt, és sikerült elnyernünk, és sikerült nagyon-nagyon gyorsan megvalósítanunk.